ez az előadás úgy készült volna, hogy hát ha még emlékeznek 2018-ra, amikor a lengyelekről tartottam egy előadást, az nem én tartottam, hanem lengyel hagyományőrzők jöttek Magyarországra, és tolmácsoláson megoldottuk a lengyel harci kultúra korszakos bemutatását. Én azt terveztem, hogy meghívok aragón hagyományőrzőket Magyarországra, ez nem jött össze ismert okokból, úgyhogy ez az előadás összegzése lesz annak, amit, hogy mondjam, tölteléknek kellene elmondani hozzájuk. Talán még nem késtünk el ezzel a megoldással, hát ha sikerül egyszer a jövőben. Lényeg, hogy a téma választás azért hát történt, mert egyfelől ugye kiegészíti a korábbi utazásainkat távoli hát harcmezőkre, még akkor is, ha a távoli harcmező ezúttal hozzánk jön el, tehát nem mi látogatunk el hozzájuk. Aztán személyes ok az, hogy, hogy mondjam, ugye, mint hagyományőrző vonulat, ott is egy kedvelt téma a spanyol gyalogság mostában megjelenítése, az egy másik kérdés, hogy hogy állunk ezzel, mennyire tudjuk ezt jól csinálni, illetve hát a magam korábbi kutatásai, ami hát mit keresek én itt, mint korábbi holott én középkorász volnék, ugye mindjárt fog derülni, hogy ez a bizonyos spanyol gyalogság téma egy korábbi korszak folytatása. Ha a történet szempontból, még a török korszak kezdet után 150 évvel is megvannak azok a pontok, azok a hát ismérvek, amik azt mondják, hogy ez egy folyamat volt, hogy a spanyol hát haderő hozzánk elért részei harcoltak, és hát ez lenne kb. Az egésznek a magyarázata. Úgyhogy amivel tudom folytatni, az ugye egy földrajzi háttér, azok ugye egy spanyol Habsburg világban születése, és hát nem tudom, ki ismeri fel a személyügye oldalt itt a kép jobb oldalán, a hölgy és a két gyermeke, hogyha valaki esetleg kitalálja, ki az a fiatal ember, annak jár egy szelet csokoládé, így virtuálisan. Carlos Quinto, mexikói csokoládé. Én ezt megkóstoltam, hogy még nem a Nestlé forgalmazta, de ha már Nestlé, akkor svájci. Úgyhogy innentől kezdve a svájci alapok szintén fontosak lesznek számunkra. Azt hiszem, hogy a Habsburg áll nagyon szépen látszik az úriember fiatalkori ábrázolásán. Úgyhogy következő helyzet, hogyha a személyi hátteret tovább boncolgatjuk, azt lehet mondani, hogy ő általa a spanyol-magyar kapcsolatok ugye korábban is létező, hogy mondjam, hát patakja, az hát felduzzad és egyfajta birodalmi szint emelkedik. Tegnap a könyvben elhangzott az, hogy mennyire rossz is az a szemléletmód, hogy Magyarországot még mindig sokan önmagában vizsgálják a korszakban. Hát nem jó ez, ugye egyfelől lehet azon keseregni, hogy két világbirodalom peremvidékére kerül az ország, igazság szerint ugyanakkor a globális világ része is lesz Magyarország, úgyhogy ez egy jó hír, ha ilyet lehet megfogalmazni. Egy biztos, hogy 5. Károly személye az meghatározó, és annyira fontos, hogy még az ő úgymond visszavonása után is Madrid dominanciája érvényesül abban a kapcsolatrendszerben, ami hát ide juttatja mi hozzánk a spanyol katonákat. Még egy dolog, van egy-két olyan közkeletű, hát nem teljesen pontos információ ebben a témában, amit szeretnék szintén tisztázni. Ilyen például az a alakulat vagy adminisztratív egység, ami ugye T betűvel kezdődik és RCO-ra végződik. Hát nem minden katona volt ennek a tagja, aki spanyolként hozzánk került, meg nem is volt spanyol feltétlenül, hiszen Itáliában születtek meg azok az első ilyen kontingensek, amelyek jóval később kezdték meg a ténykedésüket a spanyol Habsburg és a Habsburg birodalomnak a frontjai, mondjuk így. Ugye itt látható az a képlet, amelyik hát már nem változik a korszakunkban, ez ugye második Fülöpnek a birodalma. Már Portugáliával és ugye észak-afrikai hódításokkal kiegészítve, amit ugye 5. Károly csak elkezd, és hát örömmel találtam olyan térképet is, ami azt láttatja, hogy milyen volt 1538-ban a két világhatalom határvidéke ott fönt a horvát végeken. Azért tettem be ezt a térképet, mert 1538-ban a Váradi béke szintén Madrid igények megfelelően született meg, egy picit tehermentesítve ezt a keleti frontot. Ugyanis hát 5. Károlynak óriási tervei voltak a földközi tengeren, mint a birodalom védő, hát hogy mondjam, nem szentet mondok, mert nem volt szent, hanem a birodalom védelmezőjeként, ugyebár ő neki két fontos háborút kellett vívnia, úgyhogy éppen jókor jöttett volna neki ez a bizonyos békekötés, ami aztán nyilván később máshogy alakult. Lehet látni azt, hogy ugye 30 évvel később, pont a Dinápolyi béke idején, mennyire hosszú már ez a front szakasz, tehát hogy kiegészül, ezt jól ismerjük mi magyarok. Nem is ez a lényeg, az a lényeg, hogy mit kerestek itt a spanyolok. Mi az, ami idehajt egy spanyol katonát, vagy egy spanyol módon kiképzett gyalogság tagot, mondjuk így. Hát az ütköző zóna elmagyarázza ezt nekünk, ugye van egy kölcsönös hódító, illetve egy területérő szándék, ami hát azt jelenti, hogy a két világhatalom eljuttatja ide az elit katonáit. A két oldalon hát nyilván egy arkebúzos spanyol gyalogos látható, és hát egy janicsár.
az az izgalmas, hogy a két elit alakulat az nagyjából egyszerre ível fel, ha így tetszik, mint aféle a csata döntő, vagy legfontosabb eleme a két világhatalom hadereinek, és nagyjából egy fénykor után együtt kezd el hanyatlani 17. századtól, de azért ott vannak még a korszak végén is, és ez a furcsa az egész spanyol jelenlétben, hogy ugye a 16. századi korszak, az nagyon jól kutatott Magyarországon, most újra Korpás Zoltánnak a művei nyomán lehet magyarul sokat olvasni róla, de a 17. század kevésbé tűnik fontosnak. Egy biztos, hogy akkor nem volt annyi spanyol már a magyar, hogy mondjam, frontokon vagy a magyar hadszíntéren, de azért voltak. Az is tény, hogy Ferdinánd király az ugye rendszeresen kérte a segítséget a bátyjának, aki küldött is neki katonákat, de annyit nem tudott segíteni, mert ez függvénye volt ugye a spanyol rendek döntésének. Úgyhogy meg volt kötve a keze. Egy biztos, hogy ugye jóval több janicsár harcol nálunk, mint ahány spanyol. Ettől függetlenül azért Ferdinánd katonaságának az 1530-es években akár a 10%-os lehetett spanyol katona, vagy ilyen gyalog haderő, ami fontos lehet. Másik ok, amiért nem jut hozzánk több ilyen típusú harcos, az az, hogy ugye őket elsősorban a többi hadszínten vetették be a Habsburgok, úgy Észak-Afrikában, mint ugye később Máltán, illetve hát Németalföldön. Lehet azt tudni, hogy a 80 éves háborúnak hívott ugye holland szabadságharc, az beleért a 30 éves háborúba, amit meg folytatott egy spanyol-francia háború 1659-ig. Tehát a spanyol Habsburg hát hatalom egy elképesztő háborús gépezetet tartott fönn, és akkor ne beszéljük arról, mi történt az Armádával és társaival, meg volt egy pici portugál lázadás is közben, hogy mindenki örüljön. Úgyhogy érthető az, hogy a 10. században a hangsúlyos hát pontok átkerülnek mi tőlünk máshová. A létszám és motivációk, mi a jó abban, hogy egy spanyol katona mondjuk elvállalja külön szerződés formájában a magyarországi szolgálatot? Hát az, hogy úgy tűnik, ezek az emberek a magyarországi, mit mondjak, kalandot, azt a féle katonai iskolának tekintették. Olyan szintérnek, ahol lehet gyakorolni a hadimesterséget, áldáz ellenséggel, ugye keresztény eszmék megint előkerülnek. Egy biztos, hogy nem csak a 5. Károly korszakában, meg a 16. század végéig vannak jelen a magyar hadszíntéren, hanem még később is Szent Gotthárdán is tudunk spanyolokról. Noha kérdés, hogy ők akkor milyen alakzatban harcoltak, hova lettek beosztva, egy biztos ott vannak. Az is biztos, hogy a mondott alakzat, mindjárt rájuk térünk, az, tehát nem az egyetlen szervezeti egység ennek a harcászatnak, hanem egy csomó önkéntes szolgálnék mellett, akik szintén hozzájuk osztanak be, viszont nyilvánvaló, hogy ők is zsoldot kapnak, és ez az adott úgymond egység biztosítja számukra, nyilván különböző forrásokból. Mi van még? Ugye érdemszerzés az uralkodónál, ez elég fontos, harci dicsőség, és hát sőt, ez ugye azzal is állhatott nemesi rangot, címet szereznek a nálunk magukat kipróbáló spanyol katonák. Aztán van olyan is, aki távozni kényszerül Spanyolországból. Van egy lázadó helyőrség Medina del Campo-ban, akik mind jelentkeznek magyarországi szolgálatra. Jobb volt nekik úgy kicsit eltűnni az országból. Ők a Comuneros felkelésnek hát a legyőzött tagjai voltak különben. Ez ugye egy belháború az ottani rendi monarchia, illetve az abszolút királyság összetűzése kapcsán. A másik, hogy őket zsoldosként tartjuk számon, de azért ez nem klasszikus zsoldos katona már, hanem az állandó hadsereg, toborzott hadsereg előképe, hogy ilyen formában a spanyol haderő az megelőzte a korát nagyon sok szempontból. Hol bukkannak fel a magyar fronton vagy magyar hadszínteren katonák? Nagyon szépen lekövethető, mert csak Korpás Zoltán kutatás alapján, hogy követik azokat a hát forró pontokat, ahol a török támadás várható. Ugye 1529-ben még a horvász lavón hatásában tűnnek fel Zágrábban például, 29-ben nyilván Ferdinánd számára mi a fontos, a főváros védelme. Ugye ez lenne az, hogy 700 spanyolt tudunk azonosítani a Bécs védelmével összeszedett haderő részéről. Amikor pedig a későbbiek folyamán ugye Buda török kézre kerül, akkor Ferdinándnak felső Magyarország mondjuk biztosítása a fő célja, hogy innentől kezdve az ottani hát problémás helyekre vezényel a spanyol katonákat. 1545-ben van egy Álvaro de Sande nevű spanyol tisztünk, aki egészen bámatos karriert futott be. Ő Trencsénben egy ottani hát földesúri belháborúba adkozik bele, amelyik ugye azzal jár, hogy
Ferdinand nem tűrheti azt el, hogy a Podbenszky család magánvárakat foglaljon el, úgyhogy oda vezényel 2500 spanyol katonát, akik rendet is csinálnak, viszont utána török ellen már nem vetik be őket. De Sande egyébként egész hosszan élt még, el is kapták a törökök, megjárt a Konstantinápolyt, azután egész öregen halt meg, de úgy, hogy még tudott katonákat küldeni a lepantói csatába is. Azután az utolsó helyszín pedig nyilván már az a bizonyos ország egyesítő kísérlet, hát ugye várai lesznek, ahol ugye a török egyetlen sikeresen tudja meggátolni ezt az intenciót, és ugye egy ismert és megint csak korpás által rehabilitált tisztet kell kiemelni, ugye Bernardo de Aldana, aki elhagyja Lippa várát, és ilyen formán katonsága szét is züllik, mondta a régi történetírás. Csak ugye, hogyha az ember rég olvassa azt, hogy milyen levelezést folytatnak a hozzá küldött császári tisztekkel, akkor kiderül az, hogy egy oka van az egésznek, nem kaptak zsoldot. Nem kaptak zsoldot, tehát mennek visszafelé nyugat felé vonulnak, és közben pedig úriemberként hát, közlik a falak, hogy ennyi tyúkot meg bóriút kérnek, hogy ehessenek szerencsétlenek. Jó, nem kell őket sajnálni, zsoldosok, tehát igazából azért van adat máshonnan, hogy ők is megcsinálták a tutit egy-egy területen háború során. Egy biztos, hogy Aldanát sikerült rehabilitálni, ez már megtörtént az életébe különben. Olyan fontos ember volt, hogy miután perbe fogták ezért a tettéről, hogy elhagyta a seregét, meg ugye feladta azt a várat, amit rábíztak úgymond a pirodalom védelmében, mondjuk így. Őt lecsukják, azután fölkeresi egy császári megbízott, és további, hogy mondjam, karrier vár rá olyan szinten, hogy még a sikertelen Dzserba Tunisz elleni haderő is részt vesz, ott esik fogságba, és azután hal meg. Tehát igazából egy szép karrier még az előtte áll, ezen mondjam, kevéssé pozitív korszak után. Azután a következő korszak, amikor vannak spanyolink, ugye a 15 éves háború időszaka, egészen biztos, hogy mezőkeresztesen ott harcolnak, és nagyon valószínű, hogy van abban a szerepük, hogy áttörjék ugye a törökök vonalait. Az egy másik kérdés, hogy csatának mi az eredmény, ezt jól ismerjük. És akkor átlépünk innen a 17. századba. A második fele az izgalmas, a mondott Szentgotthárdi találkozó, és a török kiűzése az újabb korszak, mikor már önkéntes alapon jönnek spanyolok. Elég ismert az a 300 spanyol esetek, kaptak emléktáblát és Buda visszavívásakor. Ugye először törtek be, 1934 avatták fel, még film is van róla, ezt nemrég meg is tudtam nézni. A lényeg, hogy a harcérték még a következő kérdés. Van ott ugye egy olyan harci tapasztalat ennek a gyalogsági csapatnemnek, illetve a spanyol gyalogság általánosságban, ami a Reconquista ideig visszanyúlik, és hát ugye az ezt követő, vagy ebbe átmenő itáliai háborúk tapasztalatait adják meg azt a bizonyos fejlesztést, ami egyfelől áll a mondott svájci, pikás, gyalogos erőkből, azután pedig a bejövő tűzfegyverek reformjából egy olyan kombináció jön létre, ami abban a korszakban már magát a svájcit, meg a rettegett francia nehéz lovasságot is felülmúlja egy évszázadon keresztül, mondjuk így. Mozgékonyak, ugyanakkor nem lehet áttörni őket, vagy nagyon nehéz lehet áttörni őket, és hát háromféle fegyverzettel harcolnak, ezt mindjárt majd megnézzük külön-külön is, ami viszont megint csak fontos, hogy van egy olyan disziplina, egy olyan kiképzés részükre, ami direkt rámegy az összetartás erősítésére, a bajtársiasságra. A camarada szó azt a fegyverközösséget jelenti spanyolul, ahol 6-8 ember együtt eszik, együtt étkezik, és ilyen formán tűzbe mennek egymásért, ha arról van szó. Tehát ez egy különösen izgalmas történet. Az a honra szó, ami a becsületet jelenti, ők arra törekedtek, hogy még akkor is verhetetlenek látszódjanak, amikor mondjuk elvesztették az ütközetet. Erre van, hogy egy rokroi csata, az ismert Aradiszta kapitánynak az esete, direkt nem tettem bele képet, mert nem, hogy mondjam, tehát kiváló a film, egyik legjobb ilyen szempontból, de a színekkel nem jól dolgoztak. Tehát sokkal színesebbek a spanyol katonák, mint ebben a filmben látható, ez nyilván hogy egy hatást ad. Egy biztos, hogy a győztes második Lajos Enghien grófja, az szétlőtte a távozó spanyolokat, mert annyi embert lemészároltak a franciák közül, hogy egyszerűen dűrolót kapott. Alig bírták megúszni az egészet a maradék emberek. És hát ugye mindez kiegészít egy kiváló tisztikar, és ugye a korát megelőző, még egyszer mondtam, toborzott hadsereg. Hát nézzük azt, hogy milyen elekből áll ez a bizonyos spanyol gyalogság, csak előtte azért azt még említeném, hogy hol a lovasság. Van spanyol lovas
Magyarországon azt a fa állványt leszámítva, amit ő kiraknak a csatába? Hát van spanyol lovas, de ritka. És ez megint csak a Reconquista öröksége. Önállok ugye a mórok elleni harc, azzal a tapasztalata járt, hogy a könnyű lovasságot erősítették. Ezt a hinete lovast, amelyik ugye igazából egyfajta, hát kis túlzás a nyugati huszár ilyen formában. Egy bizonyos, hogy azért van nekünk spanyol lovas katonánk, egyet találtam közülük. Ez egy bizonyos Alfonso Pérez nevű huszártiszt, aki egy évet szolgál Magyarországon, és Temesvár, hát balvégzetű sorsa idején, amikor ugye kivonul a magyar és vegyes zsoldos őrség, akiket lemészálja a török, megpróbál megpucolni, sikerül neki, hogy mocsárba fullad a lova, rádől, tehát ő se éli túl, mint minden spanyol, aki itt harcolt Temesvárnál, ott marad ebben a történetben. A lényeg, hogy a két képen az egyik olyan alapján látjuk ennek a spanyol gyarogságnak, amelyik később ki is kopik a rendszerből. A Rodella nevű kerek pajzsot és szálfegyvert viselő Rodello nevű hát csapategység, amelyik hogy nyilván a közelharci feladat látta ennek a típusú harcászoknak. Van még kettő másik eleme, ez mindjárt következik, de az egész spanyol gyarogsági csapatnemnek van egy evolúciója, ami arról szól, az első egység még a 15. század végén a Capitania kapitányság volt, amit 1500 tájékán szerveztek át egy elfben 6000 főből álló koroneliába. Hát a koronel szót ismerjük más nyelvekből is, ugye ez ezredest jelentene, egy baj van ezzel, hogy sokkal több ember, mint egy ezred. Hát tök jó, ez így is volt, ezek irányszámok, tehát 6000 helyett több mint 1000 ember került egy ezred, minden érthető, mondjuk így. Egy, hát hogy mondjam, koronelia, tehát hogyha X egység, akkor hát ha 6000 ember van, akkor utóbbi belül 10-1,500 fős kompányia látszik fölírva. A kompányia lenne az következő egysége az egész történetnek, és akkor nevezzük meg a két további típusát ennek a katonaságnak. A hosszú pikás, tehát minek nevezzem ezt? Nem döfüláncsa ez, pika. Ez a jó neve, pika. Piqueros, és a lőfegyverek közül pedig a legkisebb arányt először képviselő arcabucero, azaz magyarul arkabúzos katona, tehát lövész, mondjuk így. Ez is svájci hagyomány különben, mert nekik vannak kikülönített lövészek, de azok számszeríjászok. A spanyolok már ugye lőfejjel dolgoznak, ugye ezek utána tovább fejlődnek, a muskéta az már egy másik típusú történet, de az arkabúzos végig megmarad, úgyhogy gazdagodik ez a bizonyos lőfejes állomány. Van egy olyan másik tévképzet, miszerint ugye ez az egész terció, most nevezzük meg, mint egység, ez egy bizonyos Fernando González de Córdoba, a nagy kapitányhoz fűződik, aki ezért összes időben meghal. Ő igazából a kereteket, meg az egész alapelveket rakta össze, de én azt fogadnám el, hogy 1534-36 során két adminisztratív rendelkezéssel születik meg a terció, mint fogalom. Ugye a három, vagy harmad névre megy vissza az elnevezés. Előtte azért felbukkan már, 1509-től van rá adat, de hivatalossá ekkor válik, tehát kicsit később, mint az említett úriember nagykapitány tevékenysége. Egy biztos, hogy az igazán komoly csataértékű legrégibb terciókból három is Itáliában születik meg. Három is, egy negyedik az a Tercio de Málaga, ami egy kicsit kevesebb szabad említve a forrásokban, az lenne az, amelyik még a legkorábbi. Egy biztos, hogy megvan a tisztika kilakítása, és a később még egy változás történik, az adott területre vezényelt további terciókat kicsit változtatják. Németalföldön például ott azt mondja, hogy szerintem 10 pikéros, azaz pikás kompányt vetnek be, tehát kicsit megdőlik a létszámukat, attól függően, hogy mit kíván az adott hadszíntér a magasváltos formájában. Néhány ábrázolás, a háromféle, azaz inkább itt csak kétféle katonáról, a két lövészről a jobb oldalt, és hát a pikéros katonáról, hogy miük van és miük nincs. Lehet azonosítani a spanyol nevű ruhaelemeket. Azt a fajta felöltőt, amit Petó néven ismerünk, mindegy kardot hord, vagy van egy Daga nevű tőr is a középső figura oldalán. Aztán van ilyen, hogy nyakfodor, ugye ez egy spanyol divatelemnek tartható dolog, de igazából védelmi szerepe is, ezt jól tudjuk. Van egy alkarvédő
nem a pikásoknak, ők azért kesztyűbe dolgoznak, és egy apróság még, a pikéró az szétválik a 16. század végére, lesz a páncélozott formája, meg lesz az a fajta, amelyik pikéró szekó vagy pikásszeká néven működik, ők a kezdők, illetve a kevesebb pénzzel bírók, ők nem viselnek páncélzatot. Kicsit jobban részt ez a kétféle akkor pikás és lövész katona, meg lehet nézni azt, hogy mit viselnek, hogy viselnek, egyfajta iránytutás lehet ez akár a rénekmen számára is, de ami engem jobban érdekelne, talán egy következő mutatás formája, hogy hogyan változik az egész Terciós rendszer, illetve maga a spanyol gyalogság a 17. század kihívásai közepette. Itt látszik talán a jóoldalképen az, hogy egészen rikító színeket használtak az egyenruhához. Ennek volt egy olyan szerepe is, hogy a 17. századtól az általános háborúság közepette, hát itt is azért megnőtt a dezertőrök meg a szökések száma, tehát próbálták vonzóvá tenni a spanyolok is a katonai szolgálatot, úgyhogy ez egy módszer volt számukra. A baloldali kép pedig 1630-as évek változását mutatja, hogy a dragonyos katona megjelenését, aztán jutott nekünk egy magyar húzás föl a felső kettes számú ábrázolás, csak hogy teljesen a kép egy német lándzsás mellett, de ez annyira talán nem fontos most nekünk. Ami viszont annál izgalmasabb, az egy részlet, egy németalföldi ostromból, ez Newport ostrom 1600-ból, sokkal nagyobb a metszet a kép, viszont maga a Terciósnak a vonulását ábrázolja, ilyen drónnal felvéve, mondjuk így. Jó, lényeg annyi, hogy itt látható, ha világít még a világít, tehát ezek a négyzet formájú valamik, zászlók a közepén, ezek a pikérok, tehát szépen vonulnak fölfel tartott pikákkal, és a lövészek pedig, ugye előttük és így a sarkaiknál tömörülnek, őket tudták elé mozgatni, illetve megkerültetni velük a pikérosokat. Annyiban volt mozgékony, ahogy ezt sikerült végrehajtaniuk. Nagyon jellemző, hogy minek hívják a spanyolok ezt a lövész kis négyszögeket. Mangasnak, ruhaújnak. Ruhaújnak. Az izgalmas, hogy nem tudtam rátenni képre, hogy az ellenfél, akiket támadnak, pontosan így áll föl. Tehát ők is ezt használják. Logikus, tehát amennyire a svájciak hatottak ugye Európa harcászatára, Portugáliától kezdve mondjuk Svédországig, hát a Terciós annyira hatott az ellenfeleire is később. Ez egy kölcsönségi történet. Ami nekem még tetszik, mint ábrázolás, az egy egészen távoli helyszín. Ez Terceira szigete, az Azori szigetcsoport egyik tagja. 1582-ben járunk, ugye a mondott portugál függetlenség ekkor veszik el örökre, hát helyett 1640-ig, amikor ugye partra tesznek a franciák által támogatott Prior de Cratu ellenében hát néhány terciót a spanyolok. Szépen látszik, hogy mennyire zártan tudnak nyomulni. Középen Piqueros is, itt körbeveszik a lövészek. Úgyhogy ez egy egészen látványos leképezése a történetnek. Végül pedig az én személyes kedvencem. Egy másolás próbálkozása, az Alcácer Quibiri csata, ahol a portugál király Don Sebastião próbálkozik egy hát 8000 fős terciózt bevetni a marokkói szultán ellen, vesztélyre teszi. Nagyon szépen látszik, hogy a muszlim módon félholdban felálló hát ottani katonák éppen bekerítik a portugálokat. Itt a király is ott maradt, eltűnt, mondták a fogságra került portugál nemesek. Azért tették ezt, mert nem mentek nagyon sietve érte, hogy kimentsék. Mondjuk így őket meg kiváltották, ugye egészen pontosan második Fülöp fizette ki a váltságdíjukat, ezzel megvette őket, mondjuk így. Hogy ilyen formán az ábrázolások egy kicsit az eseménysort is valamilyen szinten láttatják, ahol ezek a katonák Magyarországon kívül is részt vesznek. Van aztán még ábrázolás, és ha már lovasság, akkor ennek a Giuseppe Leonardo-nak a képét mutatnám, amelyik Brissa városnak az elfoglalását ábrázolja, itt láthatunk lovasokat. És egészen furcsa, hogy ilyen középkorias páncélzatban látható a történet, meggyorsítjuk. Csak annyi a lényeg, hogy azért nemesek is vannak közöttük, akik azért preferálják ezt a nézős harcászatotól, nincsenek sokan, mondjuk így. És ami hátra van, szerencsére nem is nem készültem ezzel, hogy ezt résztvezzem, az a szerepvállalás és konfliktusok Magyarországon, említettem már, hát kinek a vészetét látjuk a képen, szerintem ismeri mindenki. Na, azért Fráter György, azt tudjuk, hogy a 8 fős halálbrigád, amelyik ugye meglátogatta az Alvici kastélyban Castaldo hát parancsára a barátot, egyik tagja spanyol volt, ő vitte el Ferdinándnak azt a szőrös fület, az egyik füle volt szegény hát György barátnak, születésre fogva ilyen volt, úgyhogy a bizonyítékként szolgált, ez is adalék a 9 fős fejetlen csapathoz,
a fej nyilvánvaló bizonyítékként szolgálhatott, hogy mi történt velük, mondjuk így. Jó, úgyhogy én ezzel köszönöm meg a figyelmet, a Tersziusz elvonul.